Az F csoportban a címvédő olaszok kiesése alig, hanem a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése lenne. Papíron a selejtezőkben az argentinokat és a brazilokat is elverő Paraguay lehet a legnagyobb riválisuk, de ha az első világbajnok részvételére készülő szlovákok elkapják a fonalat, még okozhatnak kellemetlen pillanatokat a két nagyobbnak. Új-Zéland 28 év után tér vissza a VB-re, és talán nem túlzás, az esélytelenek nyugalmával készülhetnek. Az olaszok sikerét várja az egykoron az olasz bajnokságban légióskodó Fecesin Róbert is. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit a szívem csücske egy az olasz foci, meg igazából kiskoromban nagyon szerettem is őket, tehát úgy nőttem fel, hogy szerettem az olasz focit, olasz játékosokat, meg olasz klub a kedvencem is, úgyhogy tényleg így otthon vagyok így az olasz labdarúgásban. Töltöttem is egy pár hónapot kint, meg remélem, hogy fogok is még egy pár hónapot kint tölteni, ugye még fogok visszamenni. Az olasz csapattól mit várok a VB? Hát ugye azt nem mondom, hogy teljesen kicserélődött a keret, mert azért alig változtattak a négy évvel ezelőtti csapathoz képest, de én azt mondom, hogy a rutin mellettük szól, szerintem megint nagyon nehezen fognak ebbe belerázódni, tehát nehezen fognak kezdeni, de a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, és szerintem a legjobb nyolc között is biztosan ott lesznek. Én Új-Zélandot nem érzem olyan erősnek, hogy odaérjen tovább jutó helyre, viszont Szlovákia és Paraguay közül Paraguayt egy kicsit erősebbnek érzem, tehát én egy Olaszország Paraguay tovább jutóra gondolok. Hát ezt tényleg minden meccset le kell vezetni a legjobb tudásunk szerint, hiszen az a két csapat, ugye elvárja azt, hogy jó teljesítmény nyújtsunk. Tehát itthon sem tudunk hátradőlni, és esetleg a kezdőkörből levezetni a mérkőzést, éppen azért, mert azt várják el, hogy jól fújjunk, hiszen nekik az az érdekük a csapatoknak, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk. Ezen a mérkőzésen is úgy voltam vele, hogy nem arra gondoltunk, hogy mi lesz két hét múlva, hanem éppen akkor azt a mérkőzést kell levezetni. Meccs után pedig nem igazán fordult meg a fejembe az, hogy most következő meccsem hol lesz és mi lesz, hiszen akkor tényleg a jelennek kell élnünk és a jelennel kell foglalkoznunk.